Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát! Tizedik alkalommal került megrendezésre az Árpád informatikai verseny, melyre most ismét országos szinten várták a jelentkezőket. A versenyre több mint 1000 diák jelentkezett és mérettette meg magát a fordulókban. Molnár Péter számolt be stábunknak a verseny jelenlegi helyzetéről és részleteiről. Még javában tart az Árpád informatika verseny, mely immáron tizedik alkalommal került megrendezésre, és ezen alkalomból ugyebár ismét országos jelleget kapott. Hány diák jelentkezett, illetve honnan jelentkeztek a versenyre? Hát a versenyre több mint 1000 diák jelentkezett az ország különböző részeiről, mintegy 40 iskolát számoltunk össze. Miben másabb ez még az előző versenyekhez képest? Ugye eddig a versenyek, az Árpád informatika versenyt elsősorban a környező iskoláknak szerveztük. Először országos ötödik megrendezéssel kapcsolatban szerveztünk, és megnéztük, hogy esetleg lenne rá érdeklődés. Akkor is nagy volt az érdeklődés, akkor több mint 500-an jelentkeztek a versenyre, most ezt sikerült megduplázni. Ez az előző évekhez képest, az előző 4 évekhez képest annyiban változott, hogy országos lett a verseny. A másik változás pedig az, hogy több fordulósra szerveztük, tehát nem egyből az iskolában történik minden, hanem van előzőleg 2 forduló, otthoni forduló is. Hány forduló van összesen, illetve ezek milyen feladatokat tartalmaznak? 3 forduló. Az első fordulót azt otthon töltették a diákok, mintegy 2 hetük volt a karácsonyi időszak előtt ezt megtenni. Egy számítógép és egy internet kapcsolat kellett hozzá, és interneten keresztül oldották meg a feladatokat. A második forduló az első fordulóhoz képest szintén számítógépen internetes forduló, de ott az egy különbség, hogy már ott konkrétan lerögzítettük, hogy mennyi ideje van a feladatnak a megoldására. Míg a harmadik forduló itt az intézményünkben, az iskolánkban lesz, ahol 45 perc alatt kell megoldaniuk egy feladatsort, és a legjobbak fognak nyerni. Csak gimnazisták jelentkezhettek, vagy általános iskolások is megmérettethetik magukat ezen a versenyen? Az egész közlemelési rendszert próbáltuk fektetni. Első osztálytól egészen 16. évfolyamig vártunk jelentkezőket. 4 korcsoportban. Az első korcsoport az 1-től 5. osztályig tartott, a második 6-tól 8. évfolyamig, a harmadik a 9-től 12-13. évfolyamig, végül a szakképzőknek is meghirdettük, akik ugye érettségi utáni képzést folytatnak, hogy esetleg, ha gondolják, ők is bekapcsolódhatnak a versenybe, ők a 4. korcsoport. Körülbelül mikorra várható a döntő? A döntő az pontosan január 20-án, szerdán lesz, 3 órától kezdődik, 3-4-4-ig tart, utána egy rövid szünettel értékelünk, és 16 órakor eredményhirdetés lesz. És milyen díjazásban részesülnek a legjobbak? Sikerült az iskola támogatásával eszközöket beszereznünk, ahol a különböző számítástechnikai eszközök közül választhatnak a diákok, a nyertesek, és vihetnek haza tárgynyereményeket. Külön díjazásra esetleg számíthatnak a versenyzők? Külön díjat nem terveztünk előre, de fönntartottuk azt a lehetőséget, hogyha a korcsoportok között olyan mértékű eltérés lesz, akkor például, hogyha az első korcsoport megveri a második vagy a harmadik korcsoport, tehát a fiatalabbak megverik az idősebbeket, akkor külön díjat ilyen szempontból esetleg ki fogunk osztani, de hát ugye ezt előre nem lehet tudni. Január 9-én, szombati napon került sor a 3. országos amatőr darts versenyre, melynek közel 900 játékos között 4 kistelki is részt vett. A versenyen szerzett tapasztalatokról és élményekről, illetve a kistelki darts életről Schreiber Béla, Polyák Géza és Sipter Zoltán mesélt stábunknak. Te is részt vettél a nemrég lezárult 3. országos amatőr darts versenyen. Milyen eredménnyel zártál? Hát meglehetősen jó eredménnyel zártam, mert a férfi szakosztályból 863 versenyző vett részt ezen az országos megmérettetésen, és
örömmel mondhatom, hogy 97. lettem, úgyhogy az első 100-ba ott tudtam lenni, ami számomra egy hatalmas siker. És akkor beszéljünk a kisteleki dárcos életről. Mikor és hol és milyen keretek között indult el ez a dárcos szerveződés? Hát igazából ez nem nagy múltra tekint vissza. Még 2015 tavaszán az ifjúsági házba lett felszerelve a garázsba egy dárctábla, és egy páran így a barátokkal elkezdtünk járogatni, dárcozni. Sokan már játszották már ezt a sportot, de nem volt rá ugye lehetőség itt a környéken dobálgatni. Ott elkezdtünk a fiúkkal egy kicsit szerveződni, pár versenyt lebonyolítottunk, ilyen kis baráti körbe, és onnan indult el. Ott ismertem meg a dárcos kollégámat, Polyák Gézát, és ezután kezdtünk el együtt járogatni versenyekre Szegeden, ahol ott is szép eredményeket értünk el, főleg Géza, illetve Szentesen is már voltunk több megmérettetésen. Ő is nyert már Szentesen versenyt, és én is nyertem. És az a célunk, hogy a 2016-os esztendőben is minél több darts versenyre eljussunk, és minél több szép eredménnyel jöjjünk haza. Mire emlékszel legszívesebben az országos versenyen? Találkoztál például a végső bajnok Csányi Józseffel, vagy a sokszoros magyar bajnok Székely Pállal? Hát igen, igen, Székely Pállal találkoztam, és alá is írt a dartstokomat, ez is egy hihetetlen nagy élmény volt, de viszont én kettő nagy élményt emelnék ki mindegyik közül. Az első az, amikor beléptem a sportcsarnokba, és ha rengeteg tömeg várt, tényleg egy szabad négyzetméterre nem volt az embernek, hihetetlen mekkora tömeg volt. A második legnagyobb élményem pedig az volt, hogy rengeteg ismerős arccal találkoztam, szegedi dárcos ismerősökkel, Szentesről is többen is jöttek, és ez is már egy hatalmas élmény, hogy Pesten egy versenyen találkozhatok olyan emberekkel, akikkel együtt szoktam dobálni. Milyen rendszerességgel gyakoroltok mostanság, bár még egyesület nincs, de ez a kis csapat milyen rendszerességgel jön össze? December 12-én ugye szerveztünk egy versenyt, előtte egy kicsikét itt elkezdtünk dobálgatni. Hát ugye mind a hármunk, meg ugye többen is dolgozunk, családos emberek vannak így a társaságban, így nehezen összeegyeztethető az, hogy minél többet gyakoroljunk. Főleg inkább otthoni környezetben szoktunk gyakorolni. Hát van, amikor heteket bírunk csak kihagyni, de van, amikor tényleg naponta tudunk dobálni, és ez meg is látszik az eredményen. Milyen indítatásból kezdtél el dárcozni? Megmondom az őszintét, én már több év ezelőtt is próbálkoztam a dárccal, de akkor így gyors fellángolás volt az egész, és tényleg az volt az indító löket, hogy az ifjúsági házba felszereltek egy dárctáblát, és onnan úgymond megfertőzött az egész dárc. Évek ezelőtt is néztem már dárcvilágbajnokságot, érdekelt nagyon a sport, csak nem volt lehetőségem arra, hogy kipróbáljam, illetve versenyszerűen is elkezdjem ezt a gyönyörű sportot. December 12-én itt Kisteleken egy nyílt amatőr darts versenyre került sor. Kérlek, mesélje ennek az előzményeiről és magáról a versenyről. Hát ennek az előzménye nagyon egyszerű. Közel szerintem egy éve kezdtem el versenyezni bent Szegeden, abba, ahol rendes, igazolt játékosok rendeznek amatőröknek versenyt, és ott ismerkedtem még nagyon sok játékossal, és felmerült bennem az az ötlet egy-két barátomban, hogy mi lenne, ha mi is rendeznénk egy ilyen versenyt, mert Kisteleknek szeretnénk ezt bemutatni, ezt a sportot, meg azt szeretnénk a Kisteleken is egy aktív dárc közösséget létre tudnánk hozni. Én úgy gondoltam, hogy ennek a legjobb bemutatója az, hogyha rendezünk egy versenyt, és nem is akármilyen versenyt, mert összességében ahhoz képest, hogy kicsit elszámoltuk magunkat, december 12-e az munkanap lett, így is 26 nevezővel megrendeztük a versenyt. Erről még az érdekesség az, hogy kettő igazolt játékos is jelentkezett, hogy szeretne részt venni, holott írtuk a versenyszabályzatot, hogy igazolt játékosok nem jöhetnek, de mivel hogy úgy gondoltuk, hogy mindenki előtt nyitva állunk, ezért belevittünk egy kis csavart a dologba, úgyhogy részt vettek a csoportmérkőzéseken, és az ő eredményeiket nem számoltuk bele magyarul. Részt vettek, jól érezték magukat, ők is itt voltak a többiekkel együtt, de viszont a versenyben nem szóltak így bele. Igen, és akkor még a versenyről talán azt szeretném elmondani, hogy ahhoz képest, hogy itt rendeztünk egy első amatőr dárc versenyt, azért az amatőr dárcba úgymond nagy nevek eljöttek ide játszani, például Kovács Laci barátom, aki nyáron a 432 nevezőből 7. helyezést ért el, vagy meg volt hívva Berezki Csabi, aki tavaly a 132 nevező közül 5. helyen volt, úgyhogy egész széles körbe, arról nem beszélve, hogy meg voltak hívva Makóról, Szentestről, Apátfalváról,
Szegedről, és ha azt nézzük, csak a makóiak nem tudtak eljönni pont a munkanap miatt, amúgy mind a négy település. Szentesről jöttek 4-en, Szegedről 11-en, ha jól tudom, Pusztaszerről, úgyhogy egész színvonalasnak mondhatom, meg egész nagy érdeklődéssel tartottuk meg. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy teljes mértékben jó sikerült, arról nem beszélve, hogy itt Kistereken is még találtunk egy Sipter Zoltán nevezett embert, aki a dobogóra feljutott. Azon kívül még 3-4 ember nagyon érdeklődik itt a darts iránt. Sőt, voltak olyanok is ugye itt a versenyen, akik még életükben először dobtak el nyilat. És azt kell tudni, hogy azért ez is egy kicsit maratonira sikerült, mert délután 1 órakor kezdtük a csoportmeccseket. Ez azt jelenti, hogy olyan 9 óra körül fejeztük be a versenyt, akkor volt a vacsora. Hát mi ugye szervezők azt gondoltuk, hogy mindenki el van fáradva, vagy szépen úgy hazamegy mindenki, erre fő a szegediektől kezdve mindenki fölállt, dobálták a nyilakat, úgyhogy még 1:30-kor még itt repültek a nyilak, úgyhogy ilyen spontán versenyek alakultak ki. Mikor lesz a következő hasonló verseny itt Kisteleken? Hát ugye úgy szeretnénk, legalábbis úgy beszéltük mi szervezők, hogy egy negyed évente azért szeretnénk tartani egy versenyt. Megmondom őszintén, hogy vártuk, hogy a Vegasban mikor adják ki a verseny naptárt, mert azt nem akarjuk ütni, ugye sok versenyzőt elveszítenénk onnan is, most már ott megvan, hogy mikor lesznek a versenyek egész évre. Márciusban szeretnénk mindenféleképpen egy versenyt, pontos dátumot még nem tudok, ahogy sikerül, akkor összehozzuk. A versenynek, vagyis magának ennek a csoportosulásnak a célja kimondottan az, hogy egy aktív darts közösség jöjjön létre. Igen, szimpatizánsok, úgy mondanám, igen, akit egy picit is érdekel ez a sport, vagy aki nem ismeri. Én kiírtam a oldalról, mindenki elérhet, ugye meg sokan szoktak rám írni is, hogy aki szereti, az azért jön, aki nem szereti, az majd még fogja szeretni. Úgyhogy összességében én úgy gondolom, hogy aki csak egy picit is érdekel, aki a tévében nézte a világbajnoki közvetítést, szerintem ez egy nagyon jó beugró volt megint ebbe az évben, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Összességében ugye a versenyzés azt hittük, hogy nemtől, kortól függetlenül bárki jöhet, hát most a márciusi versenyen valószínűleg 14 évet be fogjuk vezetni, mert azért ugye elhúzódik most egy 9 éves gyerektől, nem várhatjuk, hogy este 9 óráig dobálja velünk a nyilat, de mindenféleképpen gondoltunk a fiatalabbak, és majd ilyen nyílt nap keretében szeretnénk ezt őnekik megmutatni, ezt a sportot tulajdonképpen. Rendezünk egy nyílt napot, úgy gondoltuk, még a pontos dátumot nem tudunk, és reggel délelőtt 10 órától itt nyitva állunk, ide jövünk, megmutatjuk nekik, akit érdekel, eljöhet nyugodtan, kipróbálja valamelyik táblát. Hogy képzeljünk el egy gyakorlást, ti hogy gyakoroltok, itt vagy otthon? Hát őszintén megmondom, hogy utána néztem én is, töltöttem is le ilyen gyakorló játékokat, de összességében saját magamnak, úgy, mint ahogy a nyilat és a játék a saját magának alakítja, én is saját magamnak alakítottam ki az edzéstermemet, hát gondolom Bélának is egészen más, én nekem is egészen más. Összességében az a lényeg, hogy végigjárjuk a táblát szektoronként. Én nekem például nagyon egyszerű, ugye bemelegítés, az mindenképpen számít, mert meghúzódik nagyon gyorsan a kezed, és minden dupla szektort végig szoktam dobálni, a tripla szektorokból a nagyokat végig szoktam kétszer dobálni, plusz még a búra szoktam dobálni, ez durván egy fél óra időre szoktam dobálni. Ha jó, még minden nap, hogy fél óra alatt kész van az egész, és utána jön, akkor a sima szektorokat szoktam végig dobálni. Ugye 1-től 20-ig teljesen minden, de ott nem ér csak a sima szektor, se a dupla, se a tripla, nem ér csak a sima szektor. Ennek az a nagy, ez azért számít nagyon, hogyha rendesen játszunk a kerekítés szempontjából. Amikor én megvan, hogy milyen bizonyos számmal szeretnék kiszállni, akkor ez úgy mondjuk, hogy lekerekítjük arra a számra, és akkor egy sima szektort kell találni. Nagyon sok versenyző nem tudja ezt se eltalálni, amikor olyan ideg állapotban, úgymond versenyeken. Ezért nagyon fontos azt is. Én is veszítettem már, nem egy meccset ez miatt, hogy nem gyakoroltam kellőképpen a kerekítést. Egyébként mióta dárcozol? Hát összességében versenyszerűen tavaly februárban kezdtem el, úgyhogy most lesz egy éve, úgymond, ami versenyeken veszek részt. Előtte, ahogy beszéltük, ugye a világbajnokságot én nagyon régóta néztem, meg úgy mindig szimpatizáltam a dárccal, de úgy soha komolyabban. Hát ugye mindenkinek először egy ilyen műanyag táblával, úgynevezett elektromos táblával indult el, úgymondva a dárc szeretete, de az sokáig nem tartott, és akkor 2005-ben vagy 2006-ban, pontosan nem emlékszem, rendeltem egy rendes versenytáblát, és akkor én otthon úgy dobálgattam, és akkor így összejöttünk baráti körbe, akkor így ilyen krikettet játszottunk be, ugye azt nem nagyon kell számolni, ez egy nagyon egyszerű játék, ajánlom mindenkinek, nagyon jó, meg lehet vele tanulni, és akkor az a lényeg, hogy összességben nagyon nem akartak velem játszani, meg volt, amikor én nekem csak a triple értő, nekik a sima szektor, és akkor ott az egyik barátom mondta mindig, hogy miért nem megyek el versenyezni. De hát azt tudni kell, hogy úgy, mint más, én se tudtam, hogy most hova lehet. Nem is hallottam ilyet, hogy darts verseny amatőrök részére. Ugye mit talál az ember? Megnézi az interneten, és hála jó Istennek megtaláltam itt Szegeden a Vegasban, pont akkor hirdették meg. Elmentem, és akkor ott kezdődött összességében a darts versenyzésem, ha lehet így mondani.
48-an voltak az első versenyen, hát nem mondjam, hogy remektem. De amire büszke vagyok, hogy akármilyen versenyen jutottam, főtáblára mindig bejutottam. Magyar a csoportkörökön mindig túlmentem, ott is az első 16-ban, 48-ban ott sikerült oda is bejutnom elsőre. Utána persze kiestem, mert találkoztam a Kovács Lacival, meg stb. Játékossal, de azoktól csak tanulni lehet, úgyhogy összességében nagyon jó volt. És akkor úgy fokozatosan minden lépcsőfokot megmásztam, hogy mentem följebb. Utána már bejutottam az első 8-ba, utána már lettem harmadik, lettem második, lettem első, úgyhogy úgy szépen fokozatosan minden eredményt elértem ott is. Nemrég volt a harmadik országos amatőr darts verseny. Ezen milyen eredményt értél el? Hát úgy gondolom, hogy nagyon jó eredményt értem el, mert szerintem itt a délkeleti régióban elég erős játékmezőn képviselünk, mint amatőr dartsosok. Összességében 49. helyen végeztem, ami úgy gondolom a 863 indulóból az egész jónak számít. Említetted, hogy a 863 indulóból te a 49. helyen végeztél, azért ez elég szép eredmény. Szerinted mi volt ennek a titka, ennek az eredménynek a titka? Én úgy gondolom, hogy mentálisan nagyon jó főkészültünk, próbáltunk nagyon erre úgymond rákoncentrálni, mert nem egy egyszerű dolog, azért avval tisztában kell lenni, hogy 11 órakor kezdődtek a versenyek, én még este 10 órakor meccset játszottam. Szóval azt kell tudni, hogy fizikailag is, de mentálisan nagyon megterhelő, meg amit szeretnék még mondani, hogy ugye minden más sportágnál megvan az, hogy mikor állsz oda a rajtkörre, mondjuk egy úszásnál, hogy mikor ugrasz be a medencébe, ugye akkor kell neked a legjobbat teljesíteni. Itt nem tudtuk, hogy mikor játszunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 11 órakor egy hangos bemondó elkezdi mondani, hogy XY a 65-ös táblához, 66 tábla volt összesen, 25-öshöz mennek játszani. Oda mész, lejátszod a meccsedet, ha nyertél, tovább mész, ha nem nyertél, akkor nem mész tovább. És utána még várakozó álláspontban vagy, egyfolytában csak azt figyeled, hogy mi van a kivetítőn, meg mit mond a hangos bemondó. Most ez 12 órán keresztül erre oda koncentrálni, plusz még lesni, hogy hol van szabadpálya, ahol tudsz egy kicsit gyakorolni, hogy úgymond ne hűljél ki, hát elképesztően nagy igénybevétel. Mondom őszintén, hogy én nekem ez volt a legnehezebb. Mivel a nyáron már fönt voltam egy ilyen verseny összességében, mert egy pici tapasztalatom volt, így rá tudtam készülni, hogy milyen lesz ennek az egésznek, úgymond az atmoszférája, de viszont azért azt el kell mondani, hogy ez egy 2000 ember egy csarnokba, úgyhogy 11 órakor szinte lépni nem tudtunk egymás mellett, azért engem is egy kicsit megijesztett, szóval ez nagyon kemény volt ez a része. Mikor kezdtél el dárcozni, és honnan jött ez a szerelem? 2002-2003 környékén jött ez a dolog, egy ismerőstől kaptam egy táblát, egy steel táblát ajándékba. Most igazából egy fél évig játszottunk, addig volt partnerem, utána abszolút senkit nem találtam. Tehát dárztárba felkerült a padlásra, és onnantól olyan kocsmai szinten játszottunk soft, ez az elektromos táblákon, és most jött tavaly. Volt kollégával sikerült így összebarátkozni darts terén, és ővel lejátszottunk egy évig. Onnantól kezdve megint megállt a dolog, és most, ami volt decemberben, ez a verseny, ott folytattuk. Ezen a versenyen te harmadik helyezést értél el. Hogy emlékszel erre a viadalra? Számomra egy nagyon jó dolog volt. Megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon be voltam tolva a legelején, amikor megláttam, hogy mennyien vannak itt. És aránylag ilyen profi játékosnak tűnt mind. De végén kiderült, hál' Istennek, hogy nem mind volt az. Úgyhogy életem első versenyén sikerült elérni egy harmadik helyzet, szerintem ez egy nagyon jó dolog, pozitív. Onnantól kezdve beindult a motor. Ilyen pár ezer forintos dárcokkal dobáltam. Most beruháztunk egy picit erőteljesebb dologba, komolyabb dárcokkal dobálunk. Próbálkozunk. Köszöntöm a televízió nézőket, én Huber Krisztián rendőrszázados vagyok, a Kisteleki Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti alosztályának vezetője, és a következőkben az elmúlt hét rendőrségi híreiről fogok beszámolni. Az elmúlt héten egy közlekedési baleset történt a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén. Személygépkocsi vezetője féktávolságon belül a járműve elé ugró őzet ütött el az 5-ös számú főúton január 10-én az esti órákban. A balesetben dologi kár keletkezett. A kiérkező rendőrök megállapították, hogy a gépkocsi vezető nem vonható felelősségre a közlekedési esemény bekövetkezéséért. Két ittas járművezetővel szemben kezdeményezett büntetőeljárást, a
a Kisteleki Rendőrkapitányság rendészeti osztálya. Az első rendőri intézkedés január 8-án a délutáni órákban történt Balázstja lakott területén, míg a második gépjárművezetővel szemben Kistelek belterületén intézkedtek január 10-én a hajnali órákban. A balástyai és az ópusztaszeri férfival szemben alkalmazott elektromos alkoholteszter pozitív eredmény mutatott. A bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyeket elfogták, mintavételre előállították. Vezetői engedélyük elvétele mellett büntető eljárás indult ellenük. Garázdaság védség megalapozott gyanúja miatt folytatott büntető eljárást a Kisteleki Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya. 28 éves kisteleki lakos lakóingatlanja bejárati kapuját szétverte, majd Kistelek belterületén lévő egyik padot rugdosta, azt felemelte és a térkőre dobta. A bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy cselekményével közterületen öncélúan olyan kihívóan közösségellenes és dologelleni erőszakban megnyilvánuló erőszakos magatartást tanúsított, mely alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen. Az ügyet a gyanúsított kihallgatását követően a szegedi járási és nyomozóügyészségre továbbították vádemelési javaslattal. Erősen ittas állapotban lévő személlyel szemben történt rendőri intézkedés Kistelek belterületén január 7-én a délutáni órákban. Az 57 éves, magatehetetlen férfi térben is időben dezorientált volt, ezért a mentőszolgálat közreműködésével biztonsági intézkedés keretében kórházba szállították. Köszönöm szépen a figyelmet! Kistelek város jegyzőjének távolléte miatt dr. Nagy Rusztam látja el a jegyzői feladatokat. Süliné dr. Terecskei Erzsébet jegyzőasszony tartós távollétében 2016. január 1-től dr. Nagy Rusztam aljegyző látja a jegyzői feladatokat Kisteleken. Dr. Nagy Rusztam az Államigazgatási Főiskolán igazgatás szervezői, a Miskolc Egyetemen történészi diplomát, a Szegedi Egyetemen jogtudományi karán jogászi képesítést szerzett. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen pedig önkormányzati szaktanácsadó képzés keretében diplomázott. A Cambridge-i angol középfokú nyelvvizsgával német nyelvből alapfokú ismeretekkel rendelkezik. A feleségével és 3 gyermekével élő családapa mintegy 20 esztendeje dolgozik a közigazgatásban, korábban kisebb településen, megyei közigazgatási hivatalban és a megyei önkormányzatnál is látott el jogi feladatokat. Csongrád városában jegyzőként, Makó város polgármesteri hivatalánál jogi irodavezetőként tevékenykedett. Január 17-én, vasárnap, vincenapi vesszővágás, új borrendi tagok avatása, borkóstolás, fröccsről szóló kiállítás és irodalmi fröccs délután várja az év első programján az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark látogatóit. A rendezvény kezdetén a megjelenő borrendek vezetésével zenés felvonulás indul a skanzen szegedi tanyájához, ahol megtörténik a vesszővágás és a termésjóslás. Az Árpád emlékmű előtt idén is új borrendi tagokat avat a Szent Vince borrend. A jelölteket az avatás előtt különböző játékos próbatételeknek vetik alá, ahol számot kell adniuk alkalmasságukról, a bor és a szőlő alapos ismeretéről. A látogatóközpontban nemzeti italunk a fröccs címmel kiállítást láthatnak, melynek megnyitóját követően irodalmi fröccs délután keretén belül hallhatnak a Hungarikumnak számító fröccsről. Végül a látogatóközpontban kerül sor az új bor kóstolására. A néphagyomány szerint Szent Vince vértanú napján, január 22-én tájegységenként különbözőképpen megjósolják a várható szőlőtermést. Ha megcsordul a vince, tele lesz a pince, vagyis ha enyhe az idő és olvad ezen a napon, akkor jó bortermést lehet számítani. A Szeri Monostor gazdasági épületei között tárták fel az Alföld egyik legnagyobb boros pincéjét, ami azt bizonyítja, hogy már a középkorban jelentős szőlőtermesztést folyhatott a területen. Az emlékparkban a vince vesző levágásával történik a jövendölés. Ennek során a szőlőtőről lemetszett vesző állapotából következtetnek a várható termésre.
Most következő mesefelolvasásunkban Ingrid Ube, Bömbölő Balambér, Fifike című meséjét hallgathatják meg kicsik és nagyok Molnár Éva hangulatos előadásában. Jó szórakozást kívánunk! Fifike. Így keveredett el Bömbink az erdő mind mélyebbre. Már nem ismerte itt a fákat. Jó, hát fák azok is, de út van-e még? Sejtette, hogy eltévedt. Szíve vadul vert, rohant, tappacsa, csattogott, tap-tap, tap-tap. Aztán megállt, fülelt, és hirtelen felüvöltött. Ó, a lábam, fáj a lábam. Valami szúrósba belelépett. Mama, hol vagy? Papa, hol vagy? Hol vagy már, bagoly szomszéd? De nem jött sehonnan se válasz. A sötét erdőn néma csend honolt, félelmetes. A kis balambér bömbölni kezdett, de rémségesen. Mi ez a szörnyű lárma? Ki zajong itt így? A hang tisztán csengett, de a kismackó azt hitte, hogy az ő füle cseng. Lehunyta a szemét. Úgy is sötét volt, meg hát huny szemmel is sötét volt. Meg aztán csukott szemmel jobban is megy ám a bömbölés. Aztán egyszer csak felnézett. Elállt a szája. Valami fényt látott. Egy szép kis lámpást. Te jó ég! Mondta az iménti hang. Azt hittem eddig, hogy a medvék csak dörmögni tudnak, legfőjebb brummogni. Ha jó okuk van rá, így Balambér, a medvék néha bömbölnek. A lámpás közeledett, és az is látszott már, hogy ki az, aki hozza. Ilyen fura valakit sose látott még, soha-soha életében. A mi kis bömbikénk. Fele olyan magas volt, mint ő, és csak nem cérna vékony, ráadásul a ruhája is zöld. Zöld volt a ruhája, zöld a cipője, zöld a kalapja, amely alól tömértek zöld haj hullámzott bodrosan, úgy, hogy a zöld kis arcot csak nem eltakarta. Te meg ki vagy? Fifike a nevem. És miért vagy ilyen zöld? Mert moha tündér vagyok, felelte Fifike. És a moha, mint tudjuk, mindig zöld. De te miért bömbölsz ennyire? Mert nagyon fáj a tappancsom, vagyis a talpam, felelte Balambér. Mutass csak, mondta Fifike. Hát ez egy tüske. Ha belement, ki is kell húzni. Bömbölt a kismackó. Ez rettentően fájni fog. Nem, nem. Dehogy is fog fájni, felelte Fifike. Sőt, utána jó lesz, főleg nagyon jó lesz. Gyere velem. Otthon van olyan szerszámom, amivel kihúzom a tüskét hip-hop. Nem, nem. Bömbölt Bömbi. Engem nem szerszámozol fel, nem akarok kocsit húzni, mint a lovak az erdő szélén. De ez nem olyan szerszám, nevette Fifike. Ez nem lószerszám. Na, gyere már. Tüskét ki kell szedni? Hát, bicegett a kis medve a kedves tündér nyomában. Hamar elérték az ős öreg fatövén a páfrány levelek rejtekében rejtőző mohaházikót. Fifike bement, aztán már is jött kezében egy kis ezüstös szerszámmal. Balambér oda nyújtotta a lábát a mohatündérnek, és behunyta a szemét. Mély lélegzetet vett, hogyha majd fáj a gyógyítás, akkor átbömbölhessen, mint még soha. De a dolog egy cseppet sem fájt. Szúnyog csípésnyit se volt, s mire leghalkabb, kimondtam, a kis Balambér, Fifike már mutatta is a nagy hegyes tüskét. Kim volt az a csibész, ott villogott a lámpás csodálatos fényében.
Hát nem csoda, látod? Mondta kis Balambér, hogy annyira bömböltem. Kicsit vérzik most, mondta a moha tündér, de majd ezekre a sebre mindenféle jó gyógyfüvet. Mondott egy mondókát is, ahogy a kismackó lábát a két keze közé fogta. Pókháló, kedves füvek, gyógyítsátok a sebet. Kérlek, moha és haraszt, ne halljunk semmi panaszt. Máskor a kis bömbölő, lábán legyen bőrcipő. Balambér nagyot sóhajtott, úgy megkönnyebbült, bömbölni is elfelejtett. Olyan volt az egész, mintha megsimogatták volna. Sajnos a gyomra viszont korgott. Éhes vagy? Kérdezte ekkor Fifike, a moha tündérke. Kérsz valamit enni? Maradt ez az tegnapról. Eskics páfránysaláta, rántott bükfalevél, mohakrém fenyőtűvel. Jaj, de miért olyan zöld ez az egész? Sóhajtott Bömbi. A tündérke meg így felelt. Tudod, a moha tündérek csak zöldfélét esznek. Mondd, és nincsenek véletlen málna tündérek is? Kérdezte a kismackó. Hát persze, hogy vannak. Ők málnát esznek, szedret, meg mindenféle más piros dolgot. A kis Bömbi nyála csorgott a szavak hallatára. Micsoda bar szerencse, gondolta csöndesen, hogy nem egy málna tündérrel találkoztam. Se baj, mondta. Vagyis mindegy, igazából nem is vagyok éhes. Ezen a héten, kedden, a Max Auto és az Adrenalin mérkőzött meg egymásra a téli teremlabdarúgó bajnokság keretein belül. A most következőkben ezt a meccset tekinthetik meg. Thank you.
Yeah.
Thank you.
A téli teremlabdarúgó bajnokság során a Husqvarna és a BMG Plus is megküzdött egymással. A most következő felvételünkön ezt a mérkőzést tekinthetik meg. Thank you.
Következő adásunkat január 19-én kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben aktuális rendezvény felvételeinkkel jelentkezünk. Kedden adásunk ismétlését vasárnap délután 10 órától, mi pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!